Szevasztok, szevasztok, újra itt vagyok, ez pedig a Minden, ami sör. Ugye, itt az évvége, ez egy rendhagyó műsor lesz, és megpróbálom összeszedni az ideig tesztelt söreim közül kezdésképp a 10 legrosszabbat. Ez egy szubjektív dolog, ez az én véleményem, de örömmel látom mindenkinek a kommentjét a videó alatt, hogy ők az idén általam tesztelt, hangsúlyozom, általam tesztelt sörök közül melyiket tartja a 10 legrosszabbnak. Van egy kis puskám, úgyhogy ha lenézek, az azért, hogy most tényleg puskázok. Nem szoktam soha. Most kivételesen igen, mert nem akartam megtanulni a t-shirt, hogy rendesen el tudjam mondani, és nehogy az legyen, hogy össze-vissza. Akkor kezdjük a tizediktől az elsőig, ugye első lesz a legrosszabb. Hát akkor kezdjük. Én szerintem a tizedik legrosszabb a Löwenbräu lágersöre. Nem fogok semmit hozzáfűzni, mondom, ez egy ilyen műsor, egy ilyen kis szubjektív, egy ilyen kis véleménynyilvánítás, semmi extra. Úgyhogy a kilencedik az aranyászok, amitől a falra mászok. Nem is ragozzuk tovább a dolgot. Nyolcadik a kőbányai legendásan drága piszokrossz sör. Nem csak az én szememben, hogy néztem a kommenteket. Úgyhogy ez van, ezt kell szeretni, aki szereti annak egészségére, így sokat, én biztos nem fogok. A hetedik az arany fácán nevezetű balfácán melléfogás, aminek köze nincs a legendás szlovák Zlati Bazsánthoz. Teljesen más kategória kettő, az egyik jó lesz ablakmosónak, a másik meg tényleg jó lesz inni. Ez van. A hatodik a Dreher, fantasztikus, azt mondják, hogy legendás klasszikus söre, ami mindenre jó, de sörnek nem, mert baromira szénsavas, szódavíz besárgítva, kérem szépen, se több, se kevesen. Ötödik, egy másik fantasztikus produktum, a kékfehér dobozos lovaggal megdíszített, figyelemfelkeltő Königsbraun nevezetű förmedvény. Tudjátok, halottak jól, vagy jót, vagy semmit, a szememben ez egy halott sör. A negyedik, egy általam agyonajnározott, agyonimádott, ablakmosásra felhasznált sörre. Aki nézte azt a műsor, tudja, miről beszélek. Igen, kedves nézőim, a legendás Rocky Cellár! Yeah! Tapsot neki! Annyit is ér, amennyibe kerül, még az is sok neki. Harmadik, elérkeztünk a dobogóhoz. Mi más lehetne? Ez egy legendás sasos sör, ami bitan drága, bűrosz, nagyon rossz, amerikai produktum, így van, a Miller nevezetű, büdös, rothadó, sörillatú valamilyen. Második helyen egy Tesco-ba beszerzett zölddobozós, fekete páncélos, hát mondhatjuk, hogy a Mátyás fekete seregére hajazó sörre következik, ha neki ilyet adtunk volna, biztos megmarhulnak tőle, és nem maradnak világra szóló sikereket európai harctéren. Ez pedig a Waldert nevezetű förmedvény. És hát mi lehetne az első, kedves nézőim? A büdös balaton illatú, balaton vízizű, rohadt halszagú, balatoni, piszkosorusz, rossz, lábvizes, semmire nem jó, balatoni, világos, pocsolya ízű söre. Úgyhogy erről ennyit. Ez az én véleményem. Szerintek nyugodtan írjátok meg a videó alá kommentbe, örömmel veszem, és többit megbeszéljük utána. És ne feledjétek, sörre fel, hisz inni kell, de nem ezekre. Szevasztok, legközelebb újra jövök.